Ahogy elhangzott a fordítási videó készítése lépésről lépésre első alapozó videójában, vannak olyanok, akik csak a feliratot preferálják, mert jobban szeretik hallani az eredeti szöveget, és talán tudnak is valamennyit angolul, vagy vannak, akik ezzel tanulják, illetve gyakorolják az angolt. Nekik igazán nem is kell várniuk a fordításokra, mivel a legtöbb videóhoz van automatikus feliratozás, ami nekik tökéletes lehet erre. Hadd tegyem hozzá, hogy ez olyan, mint a a Google fordító közel sem tökéletes, sokszor értelmetlenül félrefordít, de talán össze tudja magában rakni az ember, hogy miről is van szó, főleg, ha valamennyit tud is angolul. A semminél mindenképpen több. Számítógépen az alábbi képen lehet az automatikus fordítást bekapcsolni. Első lépésben kapcsoljuk be a feliratot a videón, a videó jobb alsó részében az első téglalap alakú jelecske. Ha rávisszük az egeret, látjuk kiírva angolul subtitles per closed captions, zárójelben C, magyarul feliratok, rákattintva elindul a felirat angolul, vagy eredeti nyelvén. Második lépésben a mellette lévő Settings, beállítások, kis fogaskerékre kattintva látunk egy olyat, hogy Subtitles per CC, tehát feliratok, ott kiválasztom, hogy Auto Translate, automatikus fordítás, ahol megjelennek a különböző nyelvek. Legördítve kiválasztom, hogy Hungarian, azaz magyar, így az automata magyarra fordítás megjelenik, és már lehet is nézni a videót a nem igazán tökéletes, de magyar felirattal. Ha elfelejtettük bekapcsolni először a feliratot, ahogy az első lépésben láttuk, akkor sem kell megijedni, mert a settingsre kattintva, ahogy azt látjuk, hogy a felirat ki van kapcsolva, tehát off, kattintsunk rá, és látjuk, hogy az egyetlen választási lehetőség az angol, english, Kattintsunk rá, és utána ismételjük meg a második lépést, és ugyanazt az eredményt kapjuk. Az automatikus felirat megjelenésének változtatása, amennyiben szeretnénk változtatni. Tegyük fel, szeretnénk, ha nagyobb lenne a felirat, hogy könnyebben el tudjuk olvasni, vagy akár szeretnénk a felirat vagy annak háttere színén változtatni, az alábbi lépéseket kövessük. Kattintsunk a Settings, tehát Beállítások gombra, majd válasszuk ki a Subtitles per CC. Tehát feliratok opciót. Ha megnyitottuk, a jobb felső sarokban látjuk, hogy options, azaz opciók, választási lehetőségek. Font Family, betűtípus család, alapbeállításként a Proportional Sense Serif van kiválasztva, de ha nekünk egy másik jobban tetszik, válasszuk ki azt. Font Color, betűtípus színe, alapként a fehér van kiválasztva, white tetszés szerint választhatunk mást is. Font size, betűméret, alapból 100%-ra van beállítva, választhatjuk mondjuk a 200%-ot, az már olvashatóbb. Background color, háttérszín, alapból feketére van állítva, ami black, de ezt is tetszés szerint választhatjuk background opacity, háttér átlátszóság, kiválaszthatom, hogy mennyire legyen átlátszó a háttér, ha teljes takarást akarunk, tehát hogy a fekete háttéren a fehér felirat jól olvasható legyen, válaszuk a 100%-ot, de maradhatunk az alapbeállításnál is, ami 75%, tehát egy kicsit még azt is láthatjuk, hogy a felirat alatt vagy mögött a háttérben mi történik. Window color, window opacity, ablak színe és átlátszósága, nem tudom változtat-e bármin is, nálam semmi nem változtatott, de nyugodtan kísérletezzetek vele, ha tetszik. Character edge style, karakter stílus, próbálgassuk melyik a legjobb, ha szeretjük, hogy éles körvonalú a feliratunk szövege, válaszuk az alsó outline, azaz körvonalas stílust font opacity, betű átlátszóság, ez alapból 100%-ra van állítva, mivel az a cél, hogy lássuk is, mi van kiírva. Reset, visszaállítás. Ha szeretnénk visszakapni a gyári beállítást, nem kell visszamennünk és egyesével visszaállítgatnunk a dolgokat, hanem egyetlen gombnyomással újra a rendszer által felkínált opciók lesznek mobiltelefonon felirat bekapcsolása. Nos, én csak Android telefonon tudom ezt megmutatni, iPhone-on is valószínűleg hasonló, sajnos az én telefonomon csak az angol nyelvű automatikusan generált felirat jelenik meg, de megmutatom annak a bekapcsolását is, lehet valakinek megjelennek a nyelv választások is. Nem tudom, van-e jelentősége, de előbb a telefonon legyen bekapcsolva a felirat. Menjünk a telefonunk beállítások részébe, ahogy általában minden beállítás fogaskerékként jelenik meg. A keresőbe beírom nagyító jel mellé, hogy felirat. Nem szoktam keresgélni, mert a sok idő, így egyszerűbb. Megjelennek a választási lehetőségek, kiválasztom, hogy feliratok beállításai, és bekapcsolom nálam a Samsung és a Google feliratok opciókat is. Ha megnyitom az alkalmazást, ott változtatni, és lehet például betűméreten, én átváltom itt nagyra. Megjelennek a különböző nyelvek. Legördítve kiválasztom, hogy magyar. Ugyanezt a folyamatot elvégezhetjük YouTube-on belül is, amennyiben van saját YouTube csatornánk, és be vagyunk rajta jelentkezve. Menjünk a saját csatornánkra, a saját ikonunkra kattintással a jobb felső sarokban. Ott válasszuk ki a beállításokat, fogaskerék, majd a feliratok alatt ugyanaz az eljárás, mint az előbb. Nyissunk meg egy YouTube videót. Ha megállítjuk a felvételt, látunk a jobb felső sarokban három pöttyöt egymás alatt, arra kattintsunk rá, alulról felugrik egy ablak. Abból válasszuk ki a feliratot, captions angolul, viszont a téglalap jelecske itt is ugyanaz, mint a PC-n. Nálam két opció jelenik meg csupán, kikapcsolás és angol lehet nálatok megjelennek a nyelvek választéka is, ott a Hungarian, azaz magyar nyelvet kiválasztva, megy is a felirat a telefonunk YouTube videóján. Arra is van lehetőség, hogy egy adott videó automatikus feliratát letöltsük, és akár szerkesszük, fordításhoz, videónk feliratához felhasználjuk, szöveges dokumentumként elmentsük, kinyomtassuk, stb. Ez nagyban megkönnyíti a fordítók, tolmácsok helyzetét is. Ezt is megmutatom, amikor majd ahhoz a a Részhez érünk, ami a feliratozással kapcsolatos. Remélem, tudtam valakinek segíteni ezzel a videóval. Isten áldjon titeket, és jó videózást mindenkinek!